Szívet melengető volt látni azt a sok-sok embert, aki kísért minket, azt a sok-sok embert, aki felöltözve, népviseletbe eljött, a civilek és a néptáncosok is. Úgyhogy ilyenkor mindig nagyon-nagyon örülünk, mert így érezzük azt, hogy nem dolgoztunk hiába, és hogy sokan várják ezt a napot, nem csak mi, akik szervezzük, hanem önök is, akik részt vesznek rajta. Köszönjük szépen! Akkor mai estével folytatjuk a műsorral. Első fellépőnk az Érsekcsanádi Bazsa Rózsa Gyermek Néptánc Együttes. Az Érsekcsanádi Bazsa Rózsa Gyermek Néptánc Együttesben 5 és 14 év közötti gyermekek táncolnak. Vannak köztük olyanok, akik idén szeptemberben kezdtek táncolni, és ez lesz az első fellépésük. A táncos gyerekek és az együttes vezetők szeretettel várják vidám közösségükbe a táncolni vágyó fiatalokat. Most következő műsorunkban érsekcsanádi játékokat és tánokat láthatunk. Az együttes vezetői Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán, asszisztens Jánosi Zsófia, kísér a Bátai Pántika zenekar és az Iszkába zenekar. Nagyon szép estét és jó szórakozást kívánok önöknek!
Ezelőtt tanulni lehetünk, hogy milyen is az fellépni a világot jelentő deszkákra, és annak az örömét kifejezni, hogy lám-lám, itt vagyok, de jó, de jó. Alig látjuk egyébként a közönséget ebben a Ribalda fényben, de önök bizonyára minket nagyon jól látnak, reméljük, hogy ez így is van. A második előadónk a Szekszárdi Partona Néptánc Együttes Sihederek csoportja, akik nagyon népes csoporttal érkeztek ide nagy örömünkre. Szekszárdon is Erikáék már több éve vezetik a csoportot, és sok szép siker van már a hátuk mögött. A mai este Kalocsába 2 a Kisbíró című koreográfiáikat láthatják, melyet készített Tóth Zoltán, Tóth Mihó Erika. A csoportvezetők Tóth Zoltán és Tóth Mihó Erika. Fogadják őket szeretettel! Thank you.
2001-ben alakult néptánc együttes Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán vezetésével. Az elmúlt évek alatt számos sikert értek már el, különböző versenyeken, kiemelt aranyminősíteseket, nívódíjas koreográfia címet nyertek, 2016-ban pedig a Fölszállott a páva tehetségkutató vetélkedő döntőjében a legtöbb közönség szavazatdíját kapták. A következő percekben szatmári, nagyecsedi táncokat mutatnak be. A koreográfiát készítették az együttes vezetői Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán. Kísér a Bátai Pátrika zenekar és az Tisztába zenekar. Fogadják őket szeretettel! Thank you.
Szentendrei hagyományőrző néptánc együttes következik. A fiataltól az idősebbig minden korosztály képviselteti magát a csoportban. A hagyományőrző egyesület már nem csak táncosokból áll. 2013-ban kiegészült egy kézműves közösséggel is. Kiegészítve egymás munkáját, népszerűsíti a helyi szokásokat, hagyományokat. Az elmúlt évtizedek alatt sok elismerésben részesültek, például 2003-ban Pécsiné Ács Sarolta díjat, 2004-ben Muharai díjat kaptak. A Népművészeti Szövetség által szervezett országos minősítőn 9 alkalommal kapott kiváló és 1 alkalommal jó minősítést az együttes. A népművészet mestere és Fülöp Ferenc díjas táncosok is tartoznak a csoporthoz. A népdalok, néptánc, kézművesség szeretete, a népszokások felidézése tartja össze a csoportot. Elhivatottan törekszenek az autentikus hagyományőrzésre, azok továbbadására. Az egyesület elnöke Cselik Mária, a népművészet táncos mestere, csoportvezető dr. Kovács Istvánné. A próbákat Herceg Gábor és Herceg Magó Marianna vezeti. A bemutatásra kerülő koreográfiát Cserei József, Pécsiné Ács Sarolta és Tóth Ferenc készítették, melynek címe Szép a rozmarin szál. A mű 2 tételből áll, most az idősebb korosztálynak készült tételt mutatják be. Fogadják őket szeretettel! Bye.
Igen, kedves közönségünk, a folytatásban a Danajda énekegyüttes következik, akik egy énekes csokorral, dalcsokorral készültek önöknek. Lex Orsolya vezeti ezt a csoportot, ő több ilyen dalos kedvű baráti körnek a vezetője, irányítója. A mai estére a Danajda énekegyüttes jött el hozzánk, fogadják őket is nagy szeretettel. Bye.
közösségünk, a hatodik műsorszámunk a Szexárdi Martina Néptánc Együttes Sihéterek csoportja lesz. Mezőföldi táncokat mutatnak be önöket, fogadják őket szeretettel. Thank you.
Kedves közönségünk, záró műsorszámunkhoz érkeztünk. Az Ések Csanádi Bazsa Rózsa Néptánc Együttes műsora következik. Ések Csanádon 1933-ban a Gyöngyös-Bokréta mozgalom idején alakult az első néptánc csoport. A csoportok rendszeresen részt vesznek a helyi, megyei, regionális és országos fesztiválokon. Európa több országában is bemutathatták már az érsekcsanádi viseleteket, táncokat, szokásokat. 2018-ban az érsekcsanádi néptánc együttes megalakulásának 85 éves évfordulóján Muvarai díjban részesültek. 2019-ben a hagyományőrző együttesek országos minősítésén az együttes kiválóra minősült. A következő percekben érsekcsanádi lakodalmas koreográfiából láthatunk egy részletet. A koreográfiát készítették az együttes vezetői Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán. Kísér a Bátai Pántika zenekar és a Sziszkába zenekar. További jó szórakozást kívánok! Sok kislányra rászól, kár a szörnyen, sok nem pedig
csak rajta a szárnyat. Áll ide a pici szárnyat, hadd csókoljak rajta a szárnyat. Szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon és őrizzen meg titeket. Adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban. Béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején. Áldjon meg e földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban. Áldjon meg majd egykor örök idvességgel a mennyekben, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Most már nóta szóval induljunk a lakodalmas házba! Húzz rá! Thank you.
közönségük, köszönjük szépen ezt a lelkes tapsot. Köszönjük szépen a fellépőknek a gyönyörű műsort. Nagyszerű volt ez a mai este. A köszönet percei következnek. Szólítom a színpadra Jóföldi Gabriellát, a Szekszárdi Bartina Közhasznú Néptánc Egyesület elnökét, hogy átnyújtsuk neki is a köszönet virágait és egy emléklapot, fogadják szeretettel, és nagyon köszönjük, hogy itt voltak velünk, hogy szebbé tették a mai esténket. Dr. Kovács Istvánné, a Kalocsai Hagyományőrző Együttes csoportvezetőjét szólítom, és őnek is átnyújtjuk az emléklapot és a gyönyörű virágot. Szépen köszönjük a meghívást, és hogy sose felejtsenek el bennünket, egy-két kalocsai minta és egy pár korty bor Kalocsáról. Ez kitalálkozás, nagyon szépen köszönjük a kedves figyelmességet. Biztosan nem fogjuk elfelejteni. Kalocsai kertek alatt, jó táskönyv. Cserei József által gyűjtött népdalkönyv. Cserei tanár úr 150 népdalt gyűjtött, és már elfogytak ezek a kis dalos könyvek, és most pályázatból újra nyomtattuk, úgyhogy szeretettel ebből is hoztunk. Ez nagyszerű, nagyon szépen köszönjük, nagyon kedves köszönjük. Köszönjük szépen, nagyon szépen köszönjük. Lex Orsolyát szólítom, aki a Danajda vezetője. Nem biztos, hogy Orsi fel tud jönni a színpadra, mert úgy tudom, hogy beteg a kisgyermeke, és ki is mentette magát, úgyhogy most akkor Orsinak majd eljutatjuk az ajándékot. Köszönjük szépen! Jánosi Zsófiát szólítom, aki az Érsekcsanádi Bazsa Rózsa gyermekcsoport asszisztense. Nagyon-nagyon szeretettel gratulálunk, és további sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen! Így megy ez, kérem, jön az utánpótlás. Hát milyen nagyszerű. Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán a Szekszárdi Bartina Sihederek csapatvezetői, valamint az Érsekcsanádi Bazsa Rózsa gyermek és felnőtt csoportok vezetőit szólítom, hogy átvegyék az ajándékukat. Sorol a kezembe adta ezt a gyönyörű könyvet, Érsekcsanád falu könyvét, ami nem olyan régen jelent meg. Ez itt a reklám helye, kérem szépen, lehet vásárolni belőle. Én árusítom, meg bent a kollégák a hivatalban, aki szeretne belőle vásárolni, csak jelezze. Ez pedig itt ajándék Zolinak és Erikának. Köszönjük szépen még egyszer! Újabb csokorvirág van a kezemben. Amit Mihó Bernadettnek szeretnék átadni, hogy megköszönjem azt a fáradhatatlan munkát, amit ő a születi bálakat minden egyes alkalommal, a dekorációjával, az ötleteivel elhalmozza, és ez a virágcsokor nem csak az övé, ez az egész táncsoporti, akik itt segítettek, úgyhogy képletesen, de Bettinek adom át, és megköszönöm, hogy ebben az évben csinálják. Bettinek is jár egy emléklap. Én is köszönöm. És akinek soha senki nem köszöni meg, az Kisné Horváth Zsuzsanna, aki ezt az egész rendezvényt már hónapok óta szervezi, és köszönjük szépen, hogy itt lehettünk az emléknapot.
Már ez nem volt megbeszélve. De nagyon szépen köszönöm, nagyon jól esik. Egyébként ez nekem egy nagyon nagy élmény, úgyhogy mindig várom. A kisbírót szólítom, Turcsányi Gábort, akinek nagy-nagy szeretettel köszönjük meg az idei szereplését is, és külön köszönet azért, hogy elvállalta a felkérésünket, mert hogy ugye a kisfiával szeretett volna lenni leginkább, de azért szólított arra is időt, hogy felolvassa a dobszövegünket, amit most itt jelzem csak, hogy Mihó Bernadett írt, ezért jár egy taps Bettinek. Ha megengedik, akkor egy pillanatra elmondanám azt, ami a Szüreti Bállal kapcsolatosan most eszembe jutott, és kicsit nehéz ez, mert hogy 13-14 évvel ezelőtt kezdtem el én itt a munkát, a Szüreti Bállal, akkor kezdtem el szervezni, és a Túlcsányi családból Balázs ekkorka volt, és a bőgatyájába és a viseletébe itt leföl futkározott, miután végigjárta velünk a menetet, és ez nagyon nagy élmény, nagyon nagy öröm látni, hogy többen vannak így családok, generációk, akik egymás után... Mert hogy ilyen nagy fiú lett belőle. És ez köszönhető annak, hogy az ő családjuk ezt nagyon fontosnak tartotta mindig is. Mert fontosnak tartom megemlíteni, hogy Jámbor Feri bácsi, aki évekkel ezelőtt is látva a régi fotókat, felvételeket, valamennyi rendezvényen, amikor őt hívták, ott volt, hogy lovakkal, lovaskocsival, bármivel segített, és ezt mi mindig is hálásan köszöntük neki, és ő ma este onnan a felhőkről volt velünk, és nagyszerű, hogy ez így öröklődik. És hogy Zalánka itt van velünk, mert hogy Feri bácsi átadta a stafétát Zalánnak, és akkor most itt egy kettős ajándékot hoztunk, egyet Gábornak. Az nem az. És Zalánnak is. Illetve a jövőre jön velünk, kísér a menetben, és egykor meg ilyen... Becseréljük, Gábor, hogyha nem megfelel a méret, bocsáss meg, hogyha nem jót választottam. Ugye? Kifogy az a készlet hamar. Mi is nagyon szépen köszönjük, és akkor adjunk egy bort Balázsnak. Ő már ilyen nagy fiú, hogy jár neki egy palackból. Köszönjük szépen. És a mai este nem éltek volna létre a zenekaraink nélkül. A Bátai Pántlik a zenekar és az Iszkába zenekar muzsikált a mai este nagy-nagy örömünkre. Nekik is megköszönjük egy-egy palac borral. Azt, hogy milyen visszajáró vendégek és már családtagként köszönhetjük őket. És egy gyönyörű csokrunk van, amit Magdali Annának szeretnék átadni. Fogad szeretettel! Kedves közönségünk, kedves vendégeim! Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek mindent. Köszönöm önöknek a tapsokat, köszönjük, hogy itt vannak. A folytatásban a vacsora következik, az ülésrend szerint lehet helyet foglalni, a táncosaink levetkőznek, jön a vacsora, és a vacsora elfogyasztása közben a zenekar, az éppen ráérünk zenekar fog itt a színpadon beszerelni, és utána pedig kezdetét veszi a Szüreti Mulatság. Tartsanak velünk, érezzék jól magukat, további jó szórakozást kívánok önöknek! Olé!